Sziasztok srácok, én Peti vagyok, és ebben a mai videóban be fogom nektek mutatni két darab programot, mivel sokkal jobbak lettek a játékban. Ez a két program egyszerre az egyik legfontosabb, kulcsfontosságú dolgot fogja nektek megadni a játékhoz, a Zero Input Delay-t. Ne legyen delayed, az az egyik legfontosabb dolog a játékban, mivel a delay az a késleltetés, és hogyha késleltetésed van a játékban, akkor nyilván nem lehetsz jobb, mivel az ellenség sokkal gyorsabb lesz tőled. Szóval ebben a mai videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudjátok csökkenteni a delay-t, illetve hogyan lehettek ezáltal jobbak a játékban. Az első applikáció nem lenne más, mint a Filter Key. Ezt egy régebbi videóban már bemutattam. Ennek az a lényege, hogyha lenyomsz egy billentyűt, az sokkal gyorsabban fogja érzékelni. Itt be tudjátok állítani magatoknak a megfelelő beállítást. Itt, hogyha Fortnite-ezni szeretnétek és ha az akartok nulla input rate, akkor állítsátok be a 0, 125, illetve 25 beállítást. Ha nyomjátok rá arra, hogy apply, és oké. Okay. A második applikáció nem lenne más, mint a Timer Resolution. Hogy ezt beállítsuk, ez fontos, hogy azt kell csinálnunk, hogy rányomunk egy jobb klikket, Properties, Compatibility, és itt Run this programming compatibility mode for Windows Vista, majd állítsátok be, hogy Run this program as an administrator. Majd nyomjátok rá, hogy oké. Okay. Ezután megnyitjátok, és rányomtok arra, hogy maximum, majd bezárjátok. Hogyha ez megvan, és megnyitjátok ezután a Fortnite-ot, sokkal kisebb delay-etek lesz, és pingetek. Ennyi is lett volna srácok a videó, hogyha tetszett, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a további videókról. Én Peti voltam, következő videóban találkozunk, sziasztok!